Üdv mindenkinek, ez itt a Binding of Isaac Unchained, így van mai epizód, mely az első lesz, mióta megvan a Platinum-gadom, úgyhogy egy jó nagy súly leesett a vállamról, és végre azzal megyek, akivel szeretnék, aki nem más, mint Judas, akivel nagyon, hát viszonylag rég mentem, legalábbis nekem annak tűnik, és szeretném, hogyha ma eljutnánk a chestbe, ott meg már ugye bármi történt, nézzük az első itemet, wow! Jó kezdés. Nem a mutáns púg, de azért... Azért... Ez is majdnem olyan jó. És tényleg sokat segít az elején. Egyből egy kulcsot is kaptunk, amivel a második szinten már be tudunk menni az item roomba. Úgyhogy egyelőre úgy tűnik nem kell attól tartani, hogy itemet kell kihagynunk. És ez... Az, ami mindig nagy hátrány, úgyhogy ez most örömmel tölt el engem. Itt is a boss, hát menjünk is be, ne húzzuk az időt. A Widow, Book of Belial plusz triple shot, elvileg nem húzhatja sokáig a pók. És eddig húzta. Remélem HP-apot ad, nem, ez a doboz. Ami lehet olyan jó, akár. Nézzük, mi a pirula. Bombzer Key. Nem csinált ez nekünk semmit, mi mind a kettőből kettő állt a rendelkezésünkre. Nézzük meg, itt van a Secret Room. Itt is van, nézzük, mi van itt. 3 centös visz. Meg 2 bomba a Burn Penny miatt. Szóval tulajdonképpen nagyon is jól jártunk. Pride. A Hierophant kártyát ad nekünk, akkor annak nagyon örülök. Majd. Mindjárt meglátjuk. Nem, ez az anarchisták szakácskönyve, ami semmiképp sem jobb, mint a Book of Belial. Próbáljuk meg megtalálni a szuper titkos szobát. Mit szóltok? Egyből sikerült, úgyhogy ennyit erről. Oh, Eternal Heart. Nagyszerű. Csak meg lesz az az HP-ap. És menjünk be a boltba is. Úgy gondolom megtehetjük most. Nincs itt az, amit szerettem volna, de nézzük meg ezt. Magician, nem ért meg 5 centet. Tulajdonképpen ha eltudom a Two of Diamonds kártyát, akkor esetleg meg is vettem volna a térképet. De a boltból szinte minden egyébre jobban vágyom. A Nasdex-et leszámítva. Bármilyen könyv. Oh! A létre is jó lenne. Ezt meg nem nyomtam semmit, mégis elvette a kulcsom. Nem volt túl szép dolog tőle. Itt meg 2 bombát használok a ládáért és a Tinted Rockért. Pont kulcs reményében tettem mindezt. Amit végül is meg is kaptam, úgyhogy vissza van nem lehet. Ugye ebben miért rohantam ilyen ostobán bele, azt nem tudom. Azt hittem, hogy megdöglik addigra. Sok pénz, ami bomba lehetőség. Egyetlen egyet kaptunk, de nem baj. Azt hiszem a Burn Penny-t az utolsó challenge-el a Large Marge-el oldottam föl. Na hát Larry Junior sem hinném, hogy sokáig húzza. Hát pontosan, nagyon hamar hal. Jó, ez a Book of Belial kezdésnek nagyon nem lehet elégszer mondani. Pageant Boy. Egyelőre itt hagyom. És ezeket is. No, folytassuk. Itt most 3 itemet is kaptunk tulajdonképpen, és egyiket sem tartom túl sokra ezek közül. Minden nézzük be a Curse Roomba, hát ha valami jobbat is kap. Na most azt fogom csinálni, hogy megnézem, ott van még a Devil's Room. De nincs, így nem viszem el a 9 életet. Ott lett volna, talán elvittem volna Gabi farkát, és felvettem volna a 9 életet is. Gondolom, sejtitek miért. De így nem, így egyikem sem túl jó. De már kilőttünk 3 olyan ördög itemet, amire egyáltalán nincs szükségem. Legalább ennyi előny lett ebből. Semmi több.
maradok a Burnt Penny-nél, Spoonbender. Érdekes lesz Triple Shot-tal. Ezt is viszonylag ritkán kapom meg, sőt, elég ritkán. Próbáljuk meg magunkat berobbantani a könyvtárba. Nem biztos, hogy jobb könyvet találunk ott, mint a... Abasszus. Mindegy, akkor nem robbantjuk meg magunkat a könyvtárba. Pont ezen abból kifolyólag. Most szerencsém se volt, mert akár a 3 centből kaphattam is volna egy bombát. És vegyük meg a létrát talán. Ami akkor, hogyha esetleg repülést kapunk, haszontalanná válik. De maradjunk annyiban, hogy egyelőre nem repülünk, és nincs is rá okom, hogy azt higgyem, hogy fogunk is. Na most viszont 1, 2, 3, 4, 5, 6, a 7 centből 6 adott bombát. Úgyhogy mégiscsak robbantsuk be magunkat a könyvtárba. Úgy is marad elég bomba. Utána. Igen. Nem hinném, hogy bármelyiket is elviszem. A Belial helyett. Ám bár a Book of Revelations eléggé csábító, de maradjunk a Belialnél egyelőre. Képzegy, nagyszerű. Nem katakombákat kaptunk, és nincs Excel szint sem. Hál' Isten, van éppen elég bombám, úgyhogy a Tinted Drakot pont ki tudom robbantani. Tegyük is ezt. Egy Soul Heart egyelőre megtartom. Azon egyszerű megfontolásból, hogy nem szeretnék piros szívet veszíteni a bosszon, így annyi Soul Heart-tal kell oda bemennem, amennyivel csak lehet. Ugye a Curse Room-ról beszélek, hogy akár ott költhetném el. Nézzük ki, mi az itemünk. Relic. Nagyszerű. Most már nem is bánom annyira, hogy Book of Revelations nem vittem el. Mert ez nem is 6, hanem 4 szobánként ad egy Soul Heart-ot, ha minden igaz. Márpedig valószínűleg minden igaz. És így megmaradt a Book of Belialünk, a damage növelőnk, és Soul Heart utánpótlásunk is lesz. Na erre jó a létra. Még nem biztos, hogy megtérült az ára, de már alakul. Sőt, hát ugye a létrával szereztük meg azt az egyetlen egy kulcsot, amivel eddig be tudtunk menni az item roomba ezen a szinten. Úgyhogy nagyon is megtérült. Eddig úgy tűnik. Úgyhogy nem panaszkodhatom. Nem volt rossz üzlet egyelőre. Főleg, hogyha a szint további részében sem kapunk egyetlen egy kulcsot sem. Akkor aztán pláne. A boltba akár be is robbanthatnám magam, és miért ne tenném? Ugyanis szinte biztosan itt van a titkos szoba. És rengeteg bombánk lesz. Ilyen helyzetben szinte minden titkos szoba megtérült egyből. Sőt, profitot hozott. Oho, Blue Candle! Vigyük is el. Gondolkodás nélkül. A Soul Heart-tal együtt. És nézzük a boss-t, aki a Fallen. Tekintettel arra, hogy 3 rossz ördög itemen már túl vagyunk. Így ez nem tűnik olyan rossz üzletnek. Na, folytassuk, remélem nem talál el egyből, ahogy visszalépek, hát de sajnos ez történt.
mert a Book of Eli-jel itt kifizetődőbb lenne, mert valahogy nem tudom a Fallent rendesen eltalálni a gyertyával. De hamarosan vége lesz a pályafutásának, és valószínűleg nem fogok már vele találkozni. Ingyen Brimstone! Ingyen triple shot-os Brimstone. Nem tudom, hogy melyiket, elvigyem-e valamelyiket. Á, persze, miért is ne? Legyünk őrültek. Így viszont vissza a Book of Belial-t, szerintem. Vagy inkább ne. Á, inkább nem. Hát az a baj, hogy nem biztos, hogy jól tudom kezelni a Brimstone-t és a gyertyát együtt, de hát meg kell próbálni. Így a Curse Room-ba nem nagyon szeretnék lemenni. Viszont szeretném megtalálni a szuper titkos szobát. 11 bombával ez nem tűnik lehetetlen feladatnak. Újabb Eternal Heart-ba reménykedve. És itt tényleg haszontalanná vált a létre, amiről beszéltem, hogy ez várható, hogy ez fog történni. Nincs itt sem. Hát vajon hol lehet? Ilyen teremben szerintem nem lehet. Van egy olyan érzésem. Még van egy jó tippem. Oho, nagyon jó lesz ez. Persze borzasztó kevés az életerőm, de... Hát azért vittem a Lord of the Pit-et, mert hát túl vagyunk már a... Platinum Gadon, úgyhogy legyünk egy kicsit őrültek. És ezért történt mindez. Elvigyük el a pirulát, ja nem, nincs egy centem sem, akkor nyissuk ezt ki. Tarot kártya a Moon. Ja, maradjunk egyelőre ezzel. És toljuk is el egyből. És reménykedjünk néhány bombában, hát összvisz egyben. Nem, kettőben, oké. Okay. Ez így már mindjárt jobban hangzik. Aj, lassan tölt egy kicsit a Brimstone, és nehéz kezelni. Úgyhogy akár a gyertyát is megpróbálhatnám. Ugye a gyertyát azért hoztam el, mert Isaac Blue Baby fightra, anya fightra ez a legjobb. Úgyhogy azok... oda mindenképp szükségem van rá. Még több cent, ami akár még több bombát is jelenthet. Egyet. Viszont van megint könyvtár, ahol már nem lehet Book of Revelations. És nem is vinném el. Ha lenne sem. Nagyon. Jaj ne. Relic már adhatna lassan Soul Heart-ot. Nagyon nem adott még egyet sem, vagy nem tudom. Na. Végre. Újabb kulcs. Na hát, könyvtárba talán benézek, meglátom még. Egyről az item roomot keresem. Na végre, egy Soul Heart. Csak ezért hoztam el a Lord of the Pit-et. Mert rendelkezünk relikkel. Normál esetben ez meg sem fordult volna bennem. Még a májterű kéne nagyon. Nézzük a bosszikát. Remélhetőleg nem fog gondot okozni. Hát ez nem valószínű. Hát így is van.
Kis tirzap? Persze, miért is ne? Talán gyorsabban töltődik vele a brimstone, mert azért nem viszi túlzásba. Krampus jól lenne. Hát, már gáphivát tudtunk volna válni. Azonban ez nem következett be. Ez volt a harmadik gapis item. A farok, a 9 halál, illetve a 9 élet. És a... És ugye ez a gapi feje. Kicsit nehéz kezelni. A brimstone ilyen lassan tölt. Plusz még a gyertyát is. De nagyon erősek vagyunk, ez örömmel tölt el, szokás szerint. És itt az item room, ahova természetesen be fogok menni. Oh, soul heart, nagyszerű. Nézzük, mi van itt. Crack the sky. Ez semmiképp sem jobb, mint a gyertya. Nézzünk be a boltba, ahol 50% esély van rá, hogy greed van. Igen, róla beszéltem. Kis pénz, ami még több bombát jelenthet. 2 egész pontosan. Voltam már a titkos szobában. Ellenben, hogyha megint bemegyek, akkor megspórolok egy kulcsot, hogyha szeretném a könyvtárat meglátogatni. Úgyhogy tegyük ezt. Ez mondjuk előbb is eszembe juthatott volna, na mindegy. Megint Master Manual. Már az ördögnél is láttam egyszer. És a másik a Book of Shadows. Ó, szia, hát... van egy ötletem. Lehet nem is olyan rossz ötlet. Ugye van egy Book of Shadows itt, maximum töltéssel, illetve feltöltve. Ott meg egy Demon Beggar. Hát ez egy jó kombó. 10 másodperc alatt jó pár félszívet adhatok neki. Ha minden jól megy, elég is lesz egy idő után neki. Így van. Minimás. Aranyosabbak vagyunk, ezért elviszem. Nem nagyon volt szükségem se a speedre, se a range-re. De hát ha esetlegesen találnánk Smallrackot vagy ilyesmi, abban az esetben jól jöhet. Úgyhogy szerintem menjünk a következő szintre. Nem akartam most a szuper titkos szoba után kutatni. Fölöslegesen. Na. Oké. Nézzünk be ide. Ez megint speed and range. Szerintem roid rage, mintha az lenne. Úgyhogy szerintem nem szeretném fölvenni. Pénzünk egyre több. Ami sose gond. Hát a kapu money equals power-t vagy valamit. Akár a kis Demon Beggar-től is kaphattunk volna. Fú, super rat. Hát ő nem a kellemes ellenfelek közé tartozik, de mivel tudunk repülni, ez így nagyon jó, és fölrobbantotta magát az öreg. Úgyhogy ez egy végül is egy könnyű szoba volt, már nem tűnt annak első ránézésre. Így van, a kis brim snapping. Jó sok pénzünk van, jó sok bombánk, kulcsunk sincs kevés, úgyhogy jól állunk. És itt a boss. Egy orbitalunk sincs még. És most sem lesz.
egyelőre. De ennyi volt Loki, na ezt... Lehet, hogy... Illetve nem, Brimstone-nal ez nem csinál semmit. Gyorsabban feltölt, de kisebb a damage-ed, szóval tulajdonképpen még talán rosszat is csináltam. Mert DPS-ed ugyan nem csökkent, de Isaac-nál ez egy nem egy jó párosítás, ha gyorsabban, de kisebbet lősz. Csak hát ezt már azután jutott eszembe, miután megöltem. Illetve fölvettem. Sajnos. Nem baj, elég szépen lassan elfogadható mennyiségű életerőre tornáz fel minket. Úgyhogy ez mindenképp megnyugtat egy kicsit. Most már azért jó látni, hogy nem csak egy sornyi életerőnk van, sőt. Ezek nem okozhatnak gondot. Nem is tették. 2 cent, 2 plusz bombát jelent. Oh! Hát ez a brimsnappinget hazavágná teljesen a csokistej, úgyhogy inkább hagyjuk. Ennél sokkal rosszabb itemeket nem is kaphattunk volna. Ketonine-t élsz meg. Csokistej. Azért csak itt van Gapi farka. Ingyen megkaptuk Gapi farkát és a 9 életet is, még hogyha utóbbit nem vettük fel, akkor is. Jól hangzik. Vesztettem most egy soul heartot két szoba alatt. És a relik nem is kárpótolt érte, na mindegy. Nyilván meg fogom találni a titkos szobát, nagyon remélem. Csak egyelőre a boltba szeretnék benézni, ahol biztos nincs greed. Több okból is. Az egyik az, hogy megküzdöttünk Super Battle-tel már, a másik az, hogy előző boltban is greed volt. Vegyünk meg mindent. Strength kártya. Na most, hogyha esetleg Gapi mancsát is kapnánk valahonnan, akkor ez még jól jöhet. Megint bőven megérte ide bejönni. Sőt, termelje a profitot rendesen a Burnt Penny plusz titkos szoba kombó. Úgyhogy menjünk a következő szintre. Annyira most a Necropolis-tól sem félnék. Bár előfordulhat, hogy megfingatnak, mondjuk a maszkok. Ketonine-t kár volt fölvenni, de minden egyéb jól alakul eddig. Van ott egy boss trap room, nagyszerű. Be tudok menni jelen helyzetben, minden további nélkül. 2 cent, 2 bomba megint. Ezek továbbra sem okoznak gondot, itt öhök sem. Nyissuk ki, mert miért ne. Most a Gapi farka miatt elég sok ládát fogunk találni, ami mondjuk azért jó. Mert a chestben azok mind plusz-plusz itemek. Ne! Hoff! Így mi? Remélem valami baromi hasznos dolog lesz az item roomban. Úgyhogy nézzük is meg. Harlequin baby, ez tulajdonképpen az, amíg én töltöm a brimstone-t, addig ő lő és segít. És ez a jobbik fajta követők egyike. Nincs itt a titkos szoba, még sok helyen lehet, elég sok hátra van a Necropolisból, mert igen, ott vagyunk. Ezt most már nem akarom kinyitni. Pedig ez elvileg, ez sima láda loot, illetve drop. Ez nem a Gapi farok miatt van, ez alapból is lett volna. Oh. Mi lenne most a legjobb item? Hát
nem tudom, hogy boss trap roomba lehet, mondjuk wafer. Valószínűleg az lenne most a legjobb item. Szóval nem hiszem el, hogy egy egész soul heartot elvesz tőlem. Egy sima légy. Ehet, hogy kimennék a szobából, de ha kimegyek, akkor ugye elveszett volna az aranyszar. Kulcsot. Ez az, legalább egyet adott. Oké, nézzük, mit van itt. Speed up nem kell. 6 soul heart az elég kevéske. Oh. Itt majd költök egy keveset, kell kulcs. Nézzünk az arcade-ba be. Innen is majd kis kulcsot szerezhetek. Talán sokra lesz szükség, hogyha... Köszönöm. Szóval Gapi farokkal azért nem árt, hogyha van jó sok kulcsot. Hó, ott van egy dime, ha minden igaz, így van. Ha megint te. És megint te. Steam széle nem megyünk semmire. Mom's Pearl már jobb, mint a Burn Penny. Igazán már egy szoba sincs hátra, ahol kamatoztathatjuk. Mom's Pearl most nem lenne túl rossz. Ó! Oh. Még egy kulcs, és megnyertük a Scatolt is. Talán kicsit későn, ám bár Blue Baby-n jó ám a Scatol, mert a Blue Baby elég sok legyet rak le, és így nem kell velük törődnöm. Elég nagy pazarlás lenne egy Brimstone Charge-ot a legyekre elpazarolni, ugyanis egy orbitalom sincs, ami esetleg segíthet megölni őket. Robbantsuk ezt fel, hát ha a Soul Heart-ot adhat, bár ritkán szokott, nem adott jó sok pénzt. Egy sima Judgment eset sem találkoztam. Ami fura. Ennyi szint alatt. Na itt lejátszunk 40-ig, a másiknál meg nem tudom meddig, majd meglátjuk. Nem akarok túl sok időt húzni itt el, de mindenképp kellenek a kulcsok. Meg a soul heartok, azok főleg. Ó, csesszus. Na játsszuk le 35-ig. Azt hittem kapok Pretty Flight. Nem álltunk olyan messze tőle. Egy kicsivel több szerencsére lett volna szükség, de tényleg csak egy icipicivel. 35-öt mondtam, igaz? Nagyon remélem, hogy jól emlékszem. Hát nem kell addig itt lejátszani, mert hamarabb megadta magát, de se baj, van még egy. Hát ezt maximum csak fölrobbantom. Így növekszik az ördöge özletelésnek a lehetősége, ami azért gáz, mert nem fogunk kapni. Ha csak nem kapunk egy telepilzt, illetve kettőt. Egyet azért, hogy megtudjam, hogy az az. És még egyet azért, hogy utána ki is tudjunk jönni anyánktól. De Bombzark hírula is, ú, de nagyon jó lenne most. Ennyi bombára valószínűleg szükségem van. Ennyi kulcsra viszont akár lehet is. Hát ez felrobbantotta magát. Nagy kár. De hát ez van. Nem szereztem annyi kulcsot, mint szerettem volna. Pretty Fly sem jött össze, abban is nagyon reménykedtem. Továbbra sem voltam benne a titkos szobában, ahol akár lehet Ankh, vagy Vanap, vagy akármi. Úgyhogy mindenképp megéri bemenni. Akár Epic Fetus is lehet benne, hogy azt láttuk a legutóbbi részben. De azért azt nem szeretném, hát pénz van itt, még több. Money equals power, tényleg hasznos lett volna. Valószínűleg nem fogom már megkapni, ám bár... Akár a Wum egy után is kaphatunk ördöggel való üzletelést, csak nem tudok vásárolni tőle. Krampus jó lenne viszont. Nagyon. El nem tudom mondani, mennyire örülnék, ha Krampuszt kapnék majd. Közben nézzük anyánkat, a piros anyánkat. Majd mindjárt elkezdem a gyertyás trükköt. Ezt igen. Brim Snapping plusz gyertya. És ennyi volt anya. Nem kell az HP-ját nekem. Szerintem. Ám bár valószínűleg fogok kapni ördögevel üzletelést.
És azon gondolkozom, amit még nem tudtam kipróbálni a Binding of Isaac-ben, és mikor máskor próbálnám ki, mint akkor, amikor már megvan a Platinum Guard. Hogyha van egy piros szíved, bemész az ördökhöz, van ott egy két piros szíves tárgy, eltold a Strength kártyát, lesz két piros szíved, és megveszed az ördögtől, ami neki van, akkor mi történik? Elvesztődnek a Soul Heart-jaim, mint normál esetben kéne, vagy nem? Ezt szeretném most kipróbálni, ami lehet, hogy a körbe fog kerülni. Hogyha elveszi őket. A kulcs ez az, szuper értékes. Hogyha ez érdekel most, szinte a legjobban. Soul Heart, ez is az, mármint szuper értékes. Itt ez, ha sima láda, akkor ki fog nyitni kulcs reményében. Egyet adott, ami több, mint a semmi. És nem kell olyan baromi nehéz bosszokkal megküzdeni érte. Annak ellenére, hogy egy Soul Heart-ot elvesztettem, mert azt hittem már föl van töltődve a Brimstone, de nem volt. De egyszer normálisan eltalálom Csábot, akkor meghal. Kettő Soul Heart-ot buktam itt. Nagy hülyeségemben. Egyelőre, remélhetőleg több nem lesz belőle. És Monstro még mindig bírja. A második. Eddig egész pontosan. Annyi sukki. Reménykedtem benne, hogy megéri, de úgy tűnik, hogy nem. Piros szívet nagyon valószínű, nem fog veszíteni. Nagy gáz lenne, hogyha mégis. Úgyhogy az azért jó, mert nagy eséllyel az ördög alkalmasnak fog minket arra találni, hogy megint felajánlja a szolgálatait. És már elég sok mindent kilőttünk tőle. Ami azt jelenti, hogy akár valami hasznos dolgot, szóval Markot, Pektet is kaphatnék. Úgyhogy nézzük a boss-t. Aki Scrolex. Akit nem a legegyszerűbb eltalálni, de ha egyszer sikerül, akkor szegénynek satú van. Nincs ördögre vazgatelés. Az egész taktika bomlott. Ajaj. Az az egy piros szív nagyon nem kéne oda. Úgyhogy el fogok indulni. Keresgetni dolgokat. Woom 1-ben vagyunk, ami nem egy nehéz szint. Kulcsokat szeretnék gyűjteni, így van. És Curse Room-ot találni. Ami nekem egy Soul Heart-ot megérne, ezzel megint fogok egy kis időt eltölteni. Ha ügyesek vagyunk, akkor a relikkel akár pluszba is kijöhetünk Soul Heart-okat tekintve az egész dologból. Fú, mennyi piros szív. Egyelőre ügyesek vagyunk. Nem is nagyon jó lenne jó, hogyha ez most megváltozna. Még több pénz. Ezt nem nyitom ki. Egyelőre. Egyesével ölöm őket, ami nem túl... nem túl célra vezető, és nem túl hatékony főleg. Egyelőre nem nagyon kínált meg minket a relik. Egyetlen egy Soul Heart-tal sem. És továbbra sincs meg a titkos szoba sem. Ne piros szívet adják, kéket, az sokkal jobb lenne. Egy-két Pretty Fly-nak örülnék, kettőnek, illetve háromnak leginkább. 50 centből akár még esélyem is lehetne. Annak ellenére, hogy nincs lekifutom 3 Pretty Fly-ra, de nagy szerencsének kéne, hogy legyen. Amivel nem állunk annyira hadilábon ezen kör alatt. Kulcsok nagyon értékesek lesznek. Úgyhogy ezért megkínál még egyel. Meg egy Skeleton Key-vel. És egy kicsit késő, de ki tudom nyitni az összes aranyládát a szinten, úgyhogy... Ezért ez nagyon jó volt. Úgyhogy nem volt egyáltalán késő.
Oh, megint csak piros szív. Nem akar adni Pretty Flight, pedig az le, zálog lehetne a sikerünkre. Ha kettőt kapnánk mondjuk. Nem fog itt annyira sokáig játszani, nem szeretném az időtöket húzni. Főleg, hogy most már megvan a Platinum Guard, úgyhogy menjünk is tovább. Hát ezt a kollégát csak beleviszem a tüskébe. Még mindig lehet Curse Room, valahol. Egyre kevesebb rá az esély. Egy bomba kiment a levesbe, de mindegy. 3 cent, nem túl sok. Nézzük, mi van erre föl. Hát úgy tűnik, hogy a Curse Roomról le kell mondanunk. Aminek nem nagyon örülök. Még van rá lehetőség, hogy találunk. Egyre kevesebb. És még mindig van. Elég nagy ez a boom egy. De nem sikerült. Szerencsére nem veszítettünk tudtommal egy életerőt sem. A relik viszont adott, szóval tulajdonképpen pluszba jöttünk ki, ahogy mondtam. Lejátszom. Mondjuk ha 35-ig a pénzünket. Az nem olyan sok. Azért csinálom mindezt, mert egyelőre még nem érzem magunkat elég jónak, orbitalok nélkül, a végső fájtokra. Ilyen nagyon elvetemült ötletek is vannak a fejemben, mint hogy kapunk egy telepilzt, ami fölrak az I'm Error Roomba, ahol kapunk egy valami kártyát, ami Joker lesz, amivel el tudjuk adni a piros szívünket az ördögnek. De hát ezek tényleg nagyon elvetemültek. Hoppá, közben tovább játszottam. Pedig szoktam magam tartani ahhoz, amit ígérek. Viszont azt is megértem, hogy ki fogom nyitni az aranyládákat, ami a szinten van, úgyhogy egy kis backtrack megint. Nem olyan hosszú, elég gyorsak vagyunk. World! Én mindig a strength-tel mennék tovább. Mindig bízva abban, hogy az ötletem be fog válni. Mi szerint két piros szívet föl tudunk majd ajánlani az ördögnek a strength-tel. És egyel fog neki tartozni, ami mindegy. Viszont nem veszi el a kék szíveinket cserébe. Úgyhogy menjünk le a következő szintre, ami már anyánk szíve szintje. Utero 2. Ez elég könnyű szobának tűnik. És van megint könyvtár, ahol nem tudom, hogy megérné-e bemenni. Lassan már sikerül kifúrozni kocka nélkül. Szóval szerintem talán egy kulcsot megér. Ó, nézzük mi ez. Bad guess, oké. Okay. Most a Hellsap piruláktól sem félek annyira. Milyen könyvek lehetnek még hátra? Szerintem már nagyon nem sok. Szóval ha esetleg találnánk még egy könyvtárat, lehet, hogy már item room lenne belőlük, dupla item room. Szia! Adjunk neked pénzt. Meg adj nekünk 10 bombát. Ami nem rossz, menjünk a Curse Room felé. Már akarom tudni, hogy működik a strength kártyás trükk. Ha már eddig nem sikerült kiderültenem, nem tudom, 60-valahány epizód alatt, akkor éppen itt lenne az ideje. Ó, két tarot kártya. Hierophant, nagyon jó. Lehető legjobb, amit most kaphatunk. A másik pedig World, amit toljunk el, mert úgyis a strength-et viszem tovább. Egyelőre. Még több pénz. Ó, az az egy cent már nem fáj senkinek, remélem, hogy ott maradt. Kulcs, nagyon értékes, nem lehet elégszer elmondani. És menjünk a Curse Roomba.
ám bár itt már nem fog minket felrakni az ördög az élet, ha felrak, akkor is max sehova mehetünk tovább. Bombzar ki, léci, speed up. Kicsit túl gyorsak vagyunk. És puberty. Ez nem ért meg egy szólátot, meg az időt sem, amit rászántam, sajnos. Hú, milyen gyorsak vagyunk. Kicsit túlon túl is. Nézzünk be ide, mit ad nekünk. Egy aranyládát, amit nem akarok kinyitni. Lassan itt a chest, ahova... Hát szerintem van esélyünk lejutni. Fú. Mintha nem találtak volna el. Bár nem mernék rá megesküdni. Így, néhány szobányira vagyunk a bosstól. Jaj ne. Egy soul heartomba kerültek a maszkok eddig. Nem arra lőttem el, amire szerettem volna. Ez gondolom feltűnt nektek is. Így, továbbra sem szeretnék kinyitni egyetlen egy aranyládát sem. Nézzük, hát a Balls of Steel. Bad trip, hát ez nem az. Két szoba, két soul heart minusz. Ami nem sok, mert sok van belőlük. De idővel megbosszulhatja magát. És ezt sem nyitjuk ki, és nézzük meg anyánk szívét. Ez hova lett? Lassan töltő brimstone-nal nem a legegyszerűbb fight. Bombát is akár használhatnék, de nem akarok. Mert nagyon erősek vagyunk, ha gyertyát plusz a brimstone, illetve a brimsnapet összeadjuk. Már bombázós fázisban van. Innen már hamarosan meg kéne halnia. Miért futok bele? Basszus. Még mindig nem. Ettől nem kell félni. És vége az anyánknak. Úgyhogy irány tovább a katedrális. Curse Room, csávító. Ezt most kinyitom. Még egy speed up. Nem kell, menjünk el a Curse Roomba. Ne akarom tudni, hogy működik-e a bug annak elnére, hogy lehet, hogy ezáltal nem fogjuk végigvinni ma a játékot. Nem igaz már. Ennyiszer nem kéne, hogy eltaláljon a pap. Na végre. Nézzünk be a Secret Roomba. Megint csak pénz. Megint ott hagyok egyet, de nem érdekes. Hát ez egy kis főpróba lesz Isaac előtt, ezek az a fétuszkák. Hát hogyha ott is így fog menni, akkor nem lesz túl nagy probléma. Hülye légy, pedig a legyek tervét nem is kéne tartanom. Merre lehet a Curse Room? Talán Balls of Steel? Range down? Teljesen mindegy. Mindjárt meghallok ki. Így van. Nyissuk ki, Tammy's Head. Nézzünk be ide. Nem rakott föl minket az ördökhöz, úgyhogy menjünk el Isaachez. Kicsit kevesebb életerőm van, mint szeretném, hogy legyen. Sajnos random vérbankot sem kapunk, illetve Temperance kártyát sem. Pedig mindkettőre lenne most nagy szükség, illetve mindkettőre nagy szükségem lenne. Halál. Hát nagyon gyorsak vagyunk, úgyhogy hiába követsz.
Ó, oh, Sad Onion. Remélhetőleg gyorsabban tölt a Brimstone vele. Nem tudom egyelőre megítélni. És itt lesz hamarosan Isaac. Rengeteg pénzünk van. De tényleg. Megint itt a halálka. Mármint a háború, nyilvánvalóan. Ez ránézése sem a halál. Nyissuk ki ezt is. Lehet, hogy most jó pár itemtől el fogok ezáltal esni a chestben, de hát mindegy. Nincs orbitalunk, de van gyertyánk, ami majdnem olyan hatás, sőt, sokkal hatásosabb is lehet akár. Első találat, amit ma bekaptunk, illetve Isaacnél nyilván. Második. Lassan itt a harmadik fázis. És megint eltalál a hülye lilával. Csak azzal talál el szinte. Megint. Túl sokat veszítünk Isaacen, ebben meg belefutok. Meg ebbe is. Jézusom, egyik legrosszabb Isaac killem. Megint belefutok, hát miért? Csak én tudom, hogy miért vesztettem itt el milliárdnyi Soul Heartot, ami valószínűleg nem fog beleférni a mai napba. Hát de mindegy. Kvacsát! Én nem tudom, hogy ez mennyire van hatással a polifém, aztán mindjárt meglátjuk. Főleg úgy, hogy már triple shot-on is volt. Bombeg, ez az izé. Nézzük, ez mit ad. Two of Hearts, semmire nem megyünk vele. Úgyhogy haladjunk tovább. Nincs orbitalom. Úgyhogy az ilyen szobák több gondot okoznak, szerintem. Okozhatnak, mint kéne, hogy okozzanak. Bár most az, szinte az összes pókot a Harley Quinn babysette le. Jó lenne Gluttonyt megölni utoljára. Ha már egyszer van piros szívünk, akkor ne csak egy legyen. És össze is jött, úgy látom. Ah. Megvan Blue Baby. Nagyon szarul állunk. Áááá, basszus, hát nem igaz, hülye piros szar, pedig mennyire figyeltem rá, hogy mindet lelőjen. Eljutottunk Blue Babyhez, ami nem lehet már rossz kör, amikor eljutsz oda. De ennyi volt, sajnos elment. Mind ment el? Hát ami elment az az, hogy azt az egy piros szívet fölvettem anyánktól, azt az HP ápot, hogyha azt nem veszem föl, szerintem most végig tudtunk volna vinni a játékot. Ennek ellenére szerintem egy viszonylag jól sikerült kör volt. Attól függetlenül nem sikerült végigvinni a játékot most. Minden esetre köszönöm mára a figyelmet, és viszlát a holnapi epizódban, sziasztok!